2001-ben fogalmazódott meg az ötlet Tamási Város, az akkori önkéntes tűzoltóegyesület, illetve 8 település vezetőségének fejében, hogy önkormányzati tűzoltóságot hozzanak létre, akkori nevén a Tamási Tűzoltóságot. Ez egy köztestületi formában működő szervezet. Az igény az azért fogalmazódott meg, ugyanis eddig az időpontig nem volt Tamásiban állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóegység. A Tamási Önkéntes Tűzoltóegyesület 1874 óta működött a városban, ők önkéntesen látták el a tevékenységüket, és 2002. január 1-én kezdte meg működését az akkori Tamási Önkéntes Tűzoltóság, amely most már ugye Tamási Önkormányzati Tűzoltóság néven tevékenykedik. Ugye azért volt erre szükség, mert minden egyéb hivatásos szervezet messze van Tamásitól, tűzoltóegységek, ugye Dombóvár, Paks, Szekszárd, illetve Siófok, és a lakosságnak a biztonságát szerették volna ezzel növelni. 1874-ben alakult ugye a Tamási Önkéntes Tűzoltóegyesület, amely mai napig működik az önkormányzati tűzoltóság mellett, és az önkormányzati tűzoltóság jogelőtt szervezete ugye az pedig 2001-ben alakult, de 2002. január 1-én kezdte meg a tényleges működést. A hivatásos tűzoltókkal megegyező végzettségek kellenek az itteni kollégáknak, mind gépjárművezető, mind beosztott tűzoltó, illetve mind tűzoltásvezetői szinteken, illetve a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelöli ki az önkormányzati tűzoltóságok számára az elsődleges műveleti körzetet. Ez azokat a településeket jelenti, ahol mi elsődleges mentőtűzvédelmi feladatokat látunk el. A tűzoltóság megalakulásakor 9 településre, 2005-től 13, 2014-től 16, végül 2020-tól már 20 településre vonul elsődlegesen a Tamási Önkormányzati Tűzoltóság, ahol 9 főállású tűzoltóval és 4 alkalomszerűen igénybe vehető tűzoltóval látják el a napi készenléti szolgálatot. 20 év alatt több mint 3000 eseményhez vonult tűzoltóságunk. Ugye ebben tűzeset, műszaki mentés, volt tévesjelzés is, illetve kérkezés előtt felszámolt események is. Hát nagyságrendileg olyan 100 és 200 közötti eseményszámok vannak az évek során, a 20 év alatt. Tehát 200 fölötti az kétszer fordult elő, az egy árvizes időszak volt, illetve a másik az pedig a tavalyi évben. Több kiemelkedő esetünk is volt a 20 év alatt, tehát ez azért nem olyan kevés idő ez a 20 év. Mi ugye fokozatokba határozzuk meg a tűzeseteknek a nagyságát, és ez mellett vannak kiemelt riasztási fokozatok is, amikor különleges szereket riasztanak a helyszínre, vagy a visszaállított magasbomentőt, vagy műszaki mentőszert, erdőszert. Az elmúlt időszakban, amit ki tudnék emelni, az a Tamási Termálföldönek az esete. Ugye az egy 3-as kiemelt riasztási fokozatban hát meg az a káreset, egy eléggé elhúzódó káreset volt. A Tamási Önkormányzati Tűzoltóság mindenképp szeretné megünnepelni 2 évtizedes fennállását, melyből a tamási és környékbeli polgárokat sem hagyják majd ki. Az önkormányzati tűzoltók munkáját a kezdetektől segíti a Tamási Önkéntes Tűzoltóság. Van 2 darab tűzoltóságunk, ugye van az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amint a nevében is benne van, hogy önkéntesen dolgoznak, tehát nincsen bér és járulékköltség, és van az Önkormányzati Tűzoltóság, ők bérezésért vannak a településen, 20 települést védünk egyébként, és vajon hogyan jöhetett létre egy ilyen önkormányzati tűzoltóság, hiszen ők félig meddig hivatásosok, de mégsem hivatásosok. A 2000-es évek elején, 2001 környékén az önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület Frigy lelépett, és a Frigyből megszületett az önkormányzati tűzoltóság. A gyermekünknek tekintjük természetesen, a mai napig, bár túl vagyunk egy-két gyermekbetegségen, apró cseprő dolgokon, botlásokon, de a mai napig, annak ellenére, hogy felnőtté vált, hiszen az idén 20 éves az önkormányzati tűzoltóság, a mai napig segítjük őket, támogatjuk, biztatjuk, segítünk pályázatokban, helyet biztosítunk, hiszen a jelenlegi épület is, ahol vagyunk, az egyesületnek a tulajdona, az egyesület építette, de az önkormányzati tűzoltók itt vannak velünk.
akár egy esemény felszámolásánál ugyanúgy vonulunk velük, hogyha lehetőségünk van, hogyha érdemes, hogyha ha olyan nagyobb dolog történik, akkor természetesen ott vagyunk, támogatjuk őket az esemény felszámolásában. Legyen ez tűz, baleset, árvíz, hómentesítés, bármi olyan, ami egy nagyobb horderejű. Most természetesen magyarul fogalmazok, és úgy, hogy az állampolgár is értse, nem biztos, hogy egy kukatűzhöz el kell vonulni az önkénteseknek, hiszen ők négyen elmennek, addigra, mire mi otthonról beérkezünk, addigra ők ezt felszámolják, megoldják ezt a dolgot. Viszont a nagyobb, akár nádastűz, vagy olyan lakóháztűz, nem oly régen ugye volt a sajnálatos módon a strandtűzünk, 19 fővel az Egyesület jelen volt, és segítette a hivatásos, valamint az önkormányzati tűzoltók munkáját. Közös rendezvényeket, gyakorlatokat szervezünk, hogy amikor élesbe bármilyen, akár említhetném a húsüzemnek az esetét, a strand, vagy bármelyik nagyobb olyan gyáretségünknek a problémáját, ahol nekünk is helyismerettel kell rendelkezni önkénteseknek, hiszen segítenünk kell menni. Pályázatokat nyújtunk be, és olyan eszközökre próbálunk pályázni, ami mind a kettőnknek célszerű. Tehát az elmúlt években mondjuk, hogy egy nagyon egyszerű példa mondjak, az önkormányzati tűzoltóság pályázott és nyert is pályázaton egyébként egy elektromos feszítővágót, ami akkumulátorral működik, és mi pályáztunk mellé egy ugyanilyen akkumulátoros feszítőhengert, ami a baleseteknél nagyon jól jön, vagy egy ajtónyitásnál, hogyha éppen valaki beszorult, rászoruló, vagy mentenünk kell az életét, akkor nem a 20 pár kilós nagy feszítővágót kell vinni magunkkal, hanem ezeket a kisebb dolgokat. Tehát így megpróbáljuk egymást kiegészíteni. Törekedtünk az elmúlt évtizedekben arra, hogy közösen menjünk a cél felé, hiszen a célunk az egy nagy család vagyunk, mondtam már a gyermekünk egyébként, az önkormányzati tűzoltóság, tűzoltás, műszaki mentés, az emberek életének és anyagi javának a mentése. És legyen ez önkéntes vagy bérezett, de egy a cél.